1911-ben kezdték tervezni, de közben jött a világháború, és amikor elkészült 1918. szeptemberére, akkor az első lakói a megszálló román hadsereg vezérkari tisztjei voltak. Utána pedig jöttek Hortiék Szegedről. Ez a Gellért szálló és gyógyfürdő, ami nemrég volt 100 éves, és most a szálló egy jó időre bezár. ...1894-ig csak a Gellért hegy volt itt, és a Gellért hegy lábánál a híres, értékes hőforrások, de aztán amikor megépült a Ferenc József, ma Szabadsághíd, és megszületett a Gellért tér, annak legfőbb ékessége a Gellért szálló lett. Némi szecessziós beütés, ómagyaros ornamentikával gazdagított szobrok és grandiózus belső terek, pompás ólomüvegek, zsolnai kerámiák. Az elkészült épület stílusában egységes alkotás, a főváros legpatinásabb szállodáját hárman is tervezték, végül a győztes tervek összevonásával épült meg. De bizonyos adatok szerint Sterk Izidor elsősorban az alaprajzot tervezte meg, Sebestyén Artúr a homlokzatokat és talán a belső szerkezet részeit, Hegedűs Ármin pedig főleg a belső terek díszítését rajzolta. A Gellért tehát 1912 és 18 között épült meg, közben jött a háború, az építkezésén még orosz hadifoglyok is dolgoztak. Az építkezés még el sem kezdődött, de már nőttek a költségek, mivel először 25 különböző mélyfúrást kellett végezni a bizonytalan talaj miatt, aztán 14 méter mélyen egy török pincelabirintust találtak, és a leges legvégén pedig, az utolsó pillanatban az épületet is több méterrel hátrébb kellett tolni a hegy felé. A négy emeletes szálloda a megnyitáskor 176 szobából állt, jelenleg 234 szobája van a Gellértnek, ebből 9 lakosztály, ugyanakkor néhány utcával arrébb állítólag volt egy fiók szállodája is az Enta utcában, ahol a vendégeket kísérő személyzetet, kocsisokat, inasokat, szolgálókat szállásolták el. A szálloda lakosztályaihoz olyan fürdőszobák tartoztak, ahol egyszerre lehetett vezetékes, termál és szénsavas vízhez jutni. Később is a Gellért szálloda reprezentálta a szocialista idegenforgalom élvonalát. Itt fizethetett először a vendég saját országának valutájával, és itt került először minibár is a vendégek szobáiba. Nyilván nem tudják, hogy hol vagyunk, én se tudtam, amíg ki nem néztünk innen. Az egyik oldalba előttem a Gellért-hegy, és itt elől pedig, hogyha kinyitottunk egy kis ablakot, akkor pont a Gellért szálló felirat betűit lehetett látni. Négy emeletes épület különlegessége, hogy a szállót és a gyógyfürdőt egybeépítették. Ez 1927-ben történt meg, amikor a szálló parkjában egy hullámmedencét építettek, és még később, 1934-ben a belső pálmaházat, téli kertet, minigolfpályát is beépítették, itt egy pezsgőfürdő lett. Már a török idők is egyébként csodahatású forrásokról szóltak. A törökkori Ilidzsát később sárosfürdőnek nevezték, mert a medencékben leülepedett az a finom iszap, ami a meleg forrásvízzel tört föl. A Gellért fürdőben lenyűgözőek a nagyszabású belső terek és a gazdag iparművészeti díszítés. A fürdő íves főbejárata körül a gyógyulás jelképező szoborcsoport látható, a színes mozaikokkal burkolt előcsarnokból pedig egy a karzatos és színes üvegtetővel fedett központi csarnokba juthatunk. A fogadóterem merőleges a medencére, és a medence mellett alul két folyosó is van, apró kis hajóablakokkal, ahonnan rálátni a medencére, pontosan belelátni a medencébe, és látni a fürdőzőket is. Egyébként a Gellért hasonlóan a Széchenyihez szintén tükrös elrendezésű, tehát jobb és bal oldala egyforma, az egyik oldalon a női termál részleg az olajzöld, a férfi pedig kék, és természetesen zsolnai majolikával. A Gellért szálloda bájtermeivel, medencéivel, teraszaival hamarosan a budapesti társasági élet egyik központja lett,
de egyébként Európában is egyedülálló volt, mint gyógyfürdő, mint termál gyógyfürdő, fürdőkórházzal, iszappakolásokkal, kátfürdővel és különböző termár, illetve sós kezelésekkel. Konferencia szálloda is lett, de kedvelték Európa koronás fői, illetve a különböző királyi házak főhercegéi és főhercegnői. Julianna holland királynő például itt töltötte a mézes heteit. A szálloda éttermeinek is különleges híre volt, 1927-től 20 éven át Gundel Károly bérelte. A II. Világháború előtt tehát a Gellért szálló már a világ grand hoteljeinek sorába számított. Aztán jött a II. Világháború, az ostrom alatt német katonák fészkelték be magukat, így a harcok során az épület kiégett, a legtöbb berendezési tárgy, festmény, bútor megsemmisült. Kivéve a komplett ezüstkészletet, amit egy hotelraktáros még 1944-ben befalazott az alagsorban. Amíg meg nem épültek Budapest későbbi szállodái, ez nagyjából a 80-as évek eleje lehet, addig a város világhírű vendégei leggyakrabban a Gellértben szálltak meg. És egy idő után hagyomány lett, az első egyébként Yehudi Menuhin, a hegedű művész volt, és egy idő után hagyomány lett, hogy az illusztris vendégekről szobákat, illetve szakosztályokat neveznek el, mint például ezt. Színészekből is erős volt a felhozatal, Kirk Douglas, Jane Fonda, Marina Vladi, ő egyébként Jancsó Miklóssal és Mészáros Mártával forgatott nálunk. Igaz, a 70-es években nálunk forgató két sztárpár, Elizabeth Taylor és Richard Burton, illetve Diane Keaton és Woody Allen már az új Intercontinentalban laktak. De azért forgatott itt később még Owen Wilson ugyanúgy, mint Ryan Gosling, akivel egyébként egy exkluzív fotósorozat is készült a fürdőben. És végül itt Szécsi Pál is a retro része, ugyanis az állami gondozottból lett férfi modell, itt lépett fel először egy divat bemutatón 1965 szilveszterében, utána pedig a bárban elénekelt néhány dalt. És később egyik legnagyobb slágerének a címadója, a bizonyos Gedeon bácsi állítólag itt dolgozott ebben a fodrászatban, a Gellért régi fodrászatában. A fürdő május végéig nyitva lesz, a Gellért szálló viszont bezárt, és évek múlva mint luxusszálloda fog visszatérni.